Nem vagyok a tiéd. Hát hogy lennék már én bárkié? Hát még a magamé se teljesen. Hát teljesen ez az önelvesztett pillanatok, amikor az ember maga elől elpakolja a lakáskulcsát. Szóval ez, hogy képzelem én, hogy állandóan kicseszek magammal kocsikulcs, lakáskulcs, telefon. Ez a három kényes helyzet. Szóval most sem tudom egyébként, hol van. Na de hát azt én magamnak csinálom, én szúrok ki. Na most figyelj ide, ha én annyira hülye tudok lenni, hogy magammal kiszúrok, akkor mi a fenére nyitom ki a számat? Arra, hogy másmilyen. Hát teljesen abnorm. Mindenki örüljünk, hogy élünk, nem úgy még egymást kritizáljuk. Kicsit meglepetés volt ez a ma este, én úgy éreztem, legalábbis a nézők számára, de valahol mindenki azt kapta, amit várt, mert hogy egy rettenetesen univerzális Lár András érkezett Nyíregyházára. Te hogy érezted magad, illetve mit szóltál ehhez a felkéréshez? Egyedi felkérés volt abból a szempontból, hogy egyik meglévő műsorom sem illett közvetlenül ebbe bele. Tehát ez a felkérés, ez olyan volt, hogy szórakoztatás legyen, komoly is legyen, meg azért, mit tudom én, a filozófia, meg is határozottak egy csomó témát, hogy így főleg az emberi kapcsolatokra, meg közösségek, hogy tudnak együttműködni. Szóval nagyon sok, és akkor én előkészítettem magamnak a kis készletemet, amiből én tudok meríteni, és teljesen hangulatfüggő módon ugráltam egyik megnyilvánulási formából a másikba, és végül összeállt, tehát úgy érzem, hogy a mondani valóm kikerekedett, tehát hogy belső munkálkodás szükséges ahhoz, hogy az életünk problémáit meg tudjuk oldani. Ez nem úgy van, hogy majd kívülről a körülmények megoldódnak, és akkor majd minden jó lesz, az biztos nincs, hanem az van, hogy bármilyen körülmény is van, azok között a körülmények között is tudjuk jól érezni magunkat, mert mi saját magunk, hoz nagyon sok közünk van. Tehát a saját lelkiállapotunkat, gondolatainkat, akaratunkat tudjuk befolyásolni. És igazából csak egy valaki tudja, és mindenki saját maga. Ez benne a trükk. Számára színpadon lenni egyrészt az önkifejezés, másrészt meg hát azért mégiscsak ott van a vágy, hogy akár a katarzis, akár a mondani való által egy kicsit formálja a publikumot, de hát közben meg ott van az a borzalmas ellentmondás, hogy mindenki csak önmagán segíthet. Mégis mi az, ami téged mondjuk erre sarkal, hogy akár humoristaként, akár zenészként, akár buddhista tanítóként fölállj a színpadra? Hát először is ezeket az elfoglaltságokat nagyon szeretem. Tehát tulajdonképpen az önzésből indult ki, hogy már eleve 14 évesen azt szerettem volna, hogyha én majd csupa olyannal foglalkozom, amit szeretek. Például zene. És lám addig, mire már zenész lettem. Ugye, tehát 26 éves koromra ez beteljesedett. És így csinálok mindent, hogy amihez van kedvem, azt csinálom. És akkor most már ideig eljutott. Tehát a buddhista iskolába is 4 évig jártam saját szándékomból. És aztán utána egy alapítója voltam, társalapítója többekkel. 108 alapítója volt egyébként a tankapuja buddhista egyháznak, illetve egyetemnek. Hát ez, gyakorlatilag mindezt azért csináltam, mert az nekem jó. Tehát szerettem azok között az emberek között lenni, szeretem a buddhizmust, mert az egy nagyon jó alap szemléletet ad az embernek a jelenségek felé. Tehát egyáltalán helyre tudom rakni a történéseket buddhista szemmel.
És aztán buddhista szemmel megláttam az összes többi vallásnak is az értelmét és a szépségét, és akkor kicsit mélyebben kezdtem foglalkozni a saját magam kereszténységével is, meg a hindu vallással, meg az ősmagyar. Szóval egy csomó mindennel foglalkoztam, de miért? Azért, mert engem ez érdekelt. És most már be is bizonyosodott, hogy ezek mind jók, mert igenis fönn lehet tartani egy nagyon jó energiaállapotot az embernek, ha egyrészt olyanokkal foglalkozik, amiket szeret, másrészt pedig, hogy olyan technikákat tud, amelyekkel a saját belső működéseit rendezi. Nagyon fontos, hogy a belső rend az az elsődleges ahhoz, hogy kívül rend legyen. Volt a nagyon érdekes, hogy igazándiból, miközben szerintem a nézőknek elég gyakran volt aha élménye, tehát olyan örök igazságú dolgokat fogalmaztál meg, amelyet mindannyian tudunk, de úgy, hogy kicsit talán a humorral volt ez feltöltve, de ott volt ugye a te sok színed is benne, mint hogyha sokkal jobban fogadták volna az emberek. Igen, mert a nagy igazságokat az emberek tudják, csak valahogy úgy érzik, hogy azok úgy külön vannak, ezek a nagy igazságok. És hogy hát azt úgy se lehet meg, hát igen, ez olyan nagy igazság, és hogy de mi nekünk ez a hétköznapi élet. Csak az a probléma, hogy a hétköznapi élet és a nagy igazság az nem különbözik egymástól. Tehát nincs különbség a hétköznapi élet és az igazság között, hanem az van, hogy a hétköznapi életben vagy felleljük az igazságot, vagy nem. Ez így lehet, igen. De hát hol lenne máshol az igazság, mint ott, ahol mi vagyunk? Hát a mi életünkben van, hát az, hogyha valahol máshol van valami igazság, ezzel nem is tudunk mit se kezdeni. De ez például az az igazság, hogy minden mulandó. Ezt nem én találom ki, de elfelejtjük. Állandóan úgy ragaszkodunk a dolgainkhoz, mint hogyha azok stabilan ott lennének, és állandóan szenvedünk az elvesztésüktől. Na de közben, ha az ember előre tudja, hogy ezek mind időleges, tehát például egy rang, kinevezik az embert, az kész. És aztán következő hatalmi szférában kidobják ugyanonnan. Most közben mit kell közben szenvedni? Hát ez van. Oda megy, azt elmegy, visszajön. Ilyen egy nő is idejön, egy ideig itt van, azt elmegy. Hát ez tök rendben van. Ebben nincs szenvedés. De bele tudjuk tenni. Tehát attól, hogy ragaszkodunk, vagy attól, hogy hülyeséget gondolunk, például, hogy a nő, egy bármilyen nő, hogy az tud a miénk lenni. Nem tud, tehát de nem csak nő, egy férfi se tud a nőé lenni, nem tudja megcsinálni azt egy ember, hogy ő valakié, hanem azt tudja megcsinálni, hogy összeszövetkezik a másikkal. Szövetségeket lehet kötni, amelyek aztán időbe vetettek a szövetségek is, alakulnak. Ugye eleinte egy nagyon szerelmi szövetség, nagyon szexuális jellegű. Egy idő után szükségszerű, hogy át kell alakuljon egy teljesen más súlypontú szövetségé, mert jön a gyerek, és ott tökéletesen más. Abban a pillanatban, amikor jön a gyerek, az a nő, az már még csak el se tudja játszani, hogy ő a férfié. Tehát maximum eljátsza, de biztos, hogy látszik rajta, hogy nem tud ő az enyém lenni, mert hát ő a gyereké. De a gyerek meg az övé, de még az is megcáfolódik, mert amikor a gyerek 16 éves, akkor ott cáfolódik meg, hogy ő bárkié. Ő nem bárkié, ő elmegy szépen, és azt csal, mit akar, mert ő a magáé. Na ez benne a legnagyobb, hogyha ezeket tudjuk, akkor onnantól jobb az élet. Hát nem, hát eleve meg miért haragudjak a másikra bármiért?
Hát ez mondott a Hetényi Ernő bácsi, aki az egész magyarországi buddhizmust 1952-ben elkezdte, ő rá lett bízva, hogy csináljon itt buddhista egyházat. És képzeljétek el, hogy mi a helyzet, hogy nagyon sok jó dolgot csinált, és jó, sok minden maradt fönn, de az egy nagy mondás, hát nem felejtem el soha, hogy azt mondja, hogy az embereket nem azért kell szeretni, amilyenek, hanem annak ellenére. A dolgoknak nem egyforma a viszkozitásuk. A ragacsos lemarad, a folyós tovább jut. Vagy pedig ellenben a csepp folyós szétcsepeg, a ragacsosnak ott a gazda szervezet. A viszkozitás fontos dolog, a takonyról így gondolkodok.